Így rokiznak a hegyvidéki mindig fiatalok, akiknek az aktivitását, rugalmasságát és ritmusérzékét még a kicsit fiatalabbak is megirigyelhetik. A sokoldalúságukat pedig ez a körtánc mutatja, amelyet már a kerület alpolgármestere sem tudott kihagyni. Fonti Krisztina korábban is szívesen tanult új lépéseket a kerületi csoportoktól, és gyakran említette, hogy irigyli a hegyvidéki nyugdíjasokat, mert rengeteg támogatási lehetőség, illetve program közül választhatnak. Én minden egyes alkalommal, amikor ide jövök, beteszem a lábam, elámulok azon, hogy milyen sokféle közösség működik itt. Együtt, közösen. Olyan közösségek, kisebb-nagyobb közösségek, akiket azt tart össze, hogy azt szeretik, mind csinálni ugyanazt a dolgot. És én mindig ezt mondom, hogy ez a legfontosabb, hogy az idős embereknek van miért fölkelni, van miért a pizsomát utcai ruhára váltani, van hová elmenni otthonról, mert van egy-egy közösség, aki várja őket, és azt hiszem, hogy ez a legeslegfontosabb. És hát itt két fantasztikus közösséggel találkozhatunk, az egyikük ugye az örömtáncosok, a másikuk pedig a Zumba Gold, és bevallom őszintén önöknek, hogy én is nagyon szeretek táncolni, így aztán át tudom érezni azt, hogy milyen fantasztikus dolog a tánc öröme, a közös tánc öröme. Úgyhogy ezt láthattuk itt, ennek részesei is lehetünk. A hegyvidéki utcabálon a tánc és a zene öröme dominált, ám az idős piknik rendezvénysorozat korábbi programjai nagyon sok területet lefedtek. Az előadások, séták, kézműves foglalkozások két dologban hasonlítottak, mindegyiken aktív életet élő hegyvidéki nyugdíjasok vettek részt, illetve szinte az összes programot a szabadba szervezték a kulturális szalon munkatársai. Erre csodálatos helyszínt ad a hegyvidék, hiszen egy fantasztikusan zöld kerület, gyönyörű erdőink, parkjaink, köztereink vannak, és nem kell olyan messze menni, a MOM Kulturális Központ kertje, ahol remek alkalom és lehetőség kínálkozik arra, hogy a padokon ülve egy-egy kisebb létszámú előadást megtartsunk. És ezeknek nagy sikere van. De ugyanígy azoknak a sétáknak, túráknak, látogatásoknak is, amelyeket akár a Sashegyen, a Jókai kertben, vagy akár a Normafánál teszünk. Legutóbb például május 16-án a Normafánál jártunk az idős piknik keretén belül, amikor is a gyógyító fák, a növények, a gyógyító növényekről tartott nekünk előadást a sétavezető. Tehát ismeretanyag is, közösség is, mozgás is, az együttlét öröme, ez azt gondolom mind elengedhetetlen. Mindezt a piknik záró eseményén, az utcabálon is átélhették az érdeklődők. Azt látom itt az emberek arcán, hogy mosolyognak, hogy boldogok, hogy örülnek, és ennek a rendezvénynek pont ez a célja, hogy jól érezze magát mindenki, mosolyt csaljunk az emberek arcára, vidámak legyenek, merjenek bátran beállni egy ilyen közös táncba, amely szinte előképzettséget sem igényel, megtanulunk itt pár tánclépést, és részesei vagyunk egy produkciónak. A hegyvidéki időspiknik a tervek szerint ősszel folytatódik. A programban szereplő előadásokat, beszélgetéseket a hektikus időjárás kijátszása érdekében falakon belülre szervezik, de ezeken túl nagyon sok séta, túra, látogatás is szerepel az elképzelések között.